Na hát üdvözlök mindenkit, srácok! Egy Airsoft fegyvert fogunk kicsomagolni, illetve megnézni, ami most érkezett. Ez egy Dan Wesson 8 incses revolver, ugye az ASG márkától. Egy kézzel mondjuk vicces lesz. Levesszük a csomagolást. És amit látunk, az egy katalógus. Annyiben az igazából leírja, hogy mit, hogy kell csinálni, stb. Mindegy, ugye maga a garancia, és itt van maga a fegyver. Nagyon kemény, nézzük először, mit adnak hozzá, ugye nyilván adnak hozzá golyót. Hát, talán nem olyan rossz minőségű, mint ami a többi egyéb gyártónál szokott lenni, de azért ez sem a legjobb szerintem. Kapunk hozzá egy szerelésünk. Ugye erre szkópokat tudom felrakni, ez 22 mm-es full frame. Úgyhogy ezzel nem lesz gond, ezt majd felszereljük. Itt vannak ugye a lőszerek. Ugye mit kell tudni a lőszerekről? Egy darab BB kerül bele, és alapból ez is teljesen full frame. És ugye a tárba 6 darab ilyen lőszer megy bele, tehát 6 lövést tudunk leadni, aztán újra kell tárazzunk. Illetve kapunk egy gyors tárazót is, ugye ide a golyókat bele tudjuk rakni, és akkor ezért gyorsan be tudjuk a tárba rakni a lőszereket. Golyókat. És kapunk hozzá egy ilyen kis imbusz-szerűséget is, amivel tudjuk ugye felszerelni a szerelésint, illetve szét is tudjuk szedni vele a fegyvert. És hát jön maga a fegyver, egy kézőzünk nehéz lesz. Rohadt nehéz, 1 kg maga a fegyver. Teljesen fém, ugye kivéve a markolat az műanyag. Ahogy látjátok, felirat, Dan Wesson mindkét oldalt. És hát... hatalmas. Ugye milyen adatokat kell még tudni a fegyverre, azon kívül, hogy teljesen fém. Lényegében ugye ez egy CO2 patronnal működő fegyver, egy 12 g-os CO2 patronnal működő. Amit ide a markolatba, csak most egy kézzel, szóval ide a markolatba helyezünk be egy patront, ezt itt becsavarjuk, és ugye betárazzuk, és már is lőhetünk vele, ugye csak úgy, mint az eredetinél, fel is húzhatjuk, és akkor így is lőhetünk, de akár simán is tudjuk, ugye, és ugye forog meg, mindent csinál, úgyhogy úgyhogy ide kipróbálni élesbe. Na, itt látható benne a tár. Most egy kézzel próbálom itt be. Oké, bent van. Rohadt nehéz egyébként, tehát két kézzel kéne, de most csak egy kézzel. Ott a cél, kartondoboz. És akkor lássuk. Sajnos nem számolom. Hopp. És kifagytunk valószínűleg. Igen. Na, második felvonás, az a baj, esik az eső, úgyhogy gyorsan kell. Egyébként azt kell még tudni a fegyverről, hogy olyan 510 és 450 FPS között mozog, szóval elég durva. Már be van tárazva, nézzük. És ennyi. Na hát ennyi lenne ez a kis fegyver. Tényleg nagyon jó, nagyon nehéz, robosztus,
igazi igazi élethű tényleg, tehát nagyon durván jól meg van csinálva. Ugye, hát nyilván 6 lövető, utána újra kell tölteni, szóval hát úgymond ilyen gyakjátékokra annyira nem ajánlatos, de leginkább ilyen milszimekre lehet használni, illetve hát elég jól mutat a gyűjteménybe, tehát azért és nézzünk rá, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó fegyver. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis rövid kis, hát összeszedetlen bemutató. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és várható még ilyen elszabó mutató majd a csatornán, úgyhogy addig is, sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.